Az előző körben a sereghajtó emelet csapatától vereséget szenvedő Astra a Szent Mihály vendégeként próbált javítani a Jetson Liga 20. fordulójában. Rozmis Gabriella 4 hónap után tért vissza a vendégekhez. Mindenképp elsődleges célunk az, hogy megnyerjük a mérkőzést természetesen. Szeretnénk sokkal jobban játszani, mint az Emele ellen, és ezekkel minél több gólt szerezni a Szent Mihály ellen, és ezzel még több pontot szerezni. Tudjuk, nem változtat a helyezésünkön, de szeretnénk bizonyítani saját magunknak is. Amíg az Astra számára elsősorban saját önbecsülése, addig a Szent Mihály számára biztos bennmaradás miatt volt fontos a találkozó. Nagyon fontos, hogy ezen a meccsen vagy a következő meccsen pontot szerezünk és bebiztosítsuk az osztályozó helyünket a bajnokságban. Ezért átbeszéltük a múlt heti meccset, illetve próbáltunk odafigyelni arra, hogy a taktikát, illetve a mozgásokat minél jobban átbeszéljük az edzéseken. 2 jól felkészült csapat csatáját hozta az első félidő, gólt viszont nem láthattak a makói nézők. Úgy érzem, hogy egy kicsit többet kéne passzolnunk. Azt gondolom, az ő térfél közepéig eljutunk, után kicsit pontatlanok vagyunk. Remélem sikerül javítani a másik fél időben. Eddig a megbeszéltek alapján történt minden. Most már csak arra koncentrálunk, hogy gólt lőjünk, meg tovább folytatjuk a szűk védekezésünket, és nagyon fontos a pontszerzés. Ettől a bizonyos pontszerzéstől viszont a 65. percben kicsit távol kerültek a hazaiak, ugyanis a kékmezes Astra Sipos Lilla góljával megszerezte a vezetést. Nagyon összeszedett volt a középpályánk, a védelem is, és a pontrugásaink is azt gondolom, hogy veszélyesek voltak, bár a második fél időben a szél azért segített nekünk, és hát egy nagyon jó szöglet jött be a Véninger tündétől, amit gólra tudtam váltani, és ami azért a lelkemnek is jól esett. 8 perccel később Vidács Krisztina duplázta meg a vendégelőnyt. Örülök neki, hogy gólt szereztem, mert ez viszonylag ritkán fordul velem elő, mivel hátul szoktam játszani. Mindenképpen motiválom, és a jövőben szeretnék minél több gólt elérni. Az újabb találatot a hajrában viszont a hazaiak szerezték Török Lilla révén. Gyors kontrából indult a támadás, érkeztem a beadásra, és higgadtan próbáltam értékesíteni a helyzetemet. Örülök, hogy sikerült az NB1-ben az első gólomat megrúgni. A 87. percben aztán Sipos Lilla keretbe foglalta a mérkőzést, hiszen megszerezte saját maga második, csapata 3. gólját. Köszönet a Dikanovának középről, nagyon szuper labdát kaptam, és ott azt gondoltam, hogy nem kell átvennem, láttam, hogy a kapus kimozdult, és szerencsére azt is gólra tudtam váltani, és azzal már tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés. A Jetson Liga 20. fordulójában tehát Szent Mihály Astra 1-3. Úgy érzem, hogy kicsit több volt a mai meccsben, mint ahogy az eredmény mutatja. Sajnos nem sikerült minden helyzetet belőni, de a csapatunkkal elégedett vagyok, hiszen mindent maximálisan megtettem a mai meccsen. Így ki lehet kapni, hogy küzdött mindenki egytől egyig az utolsó lélegzetvételig, senki nem spórolt az energiájával. Igyekeztünk nagyon. Hát gondoltuk, hogy nagyon agresszív és kemény játékot fognak játszani. Fontos volt nekik igen a 3 pont megszerzése. Készültünk párharcokkal, hogy az egyiket meg tudjuk nyerni, és abból tudjunk indítani támadásokat, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is. A lányokra én büszke lettek, kirakták a szívüket, lelkét a pályára. Volt 2 komoly gólszerzési lehetőségünk, egy egyébként 0-0-án szerintem egy százszerzőszer, a másik pedig 0-1-nél. Én azt gondolom, hogy elég egy X-es mérkőzés volt ez jelen szerintem. Az Astra tehát egy kiegyenlített mérkőzésen javította múlt heti hibáját, a zárókanyarban pedig majd a Ferencváros vár Dombó János tanítványaira. Az ország egyik legjobb, ha nem a legjobb csapatát fogadjuk. Remélem, hogy egy örömi játék lesz, és a lányok felszabadultan tudják végrehajtani azt, amit eltervezünk a Fradi ellen, illetve lezárni a szezont, ami hát ugye elméletileg az 5. helyjel, illetve hát reméljük gyakorlatilag is az 5. helyjel záró számunkra. A Szent Mihály a haladás ellen zárja majd a Jetson Liga alapszakaszát.